Üdvözöllek újra itt az Árhátulinknál. Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Igen, nagyon-nagyon rég volt videó. Itt vagyok a Fübka, és bán van a 4-es golf. Mint ahogy a címben is láthattátok, a 4-es golf projekttel folytatódik. Mit is kell elmondani? Mint ugye eddig láttad, hogy szét volt szedve teljesen a motor. Tamás fiam elékészíti a hengerfeját, és ahogy a magyarországi barátaink, haverjaink mondják, hogy elékészíti a kupakot is hozzá, pontosabban virágimi. Tudom, mit vagy és nézed. Na, amit láthattatok eddig, ugye felé került az új dugattyú, fej vannak frissítve, fej vannak tisztítva, a régi dugattyúk vissza a helyére. És akkor a kupakot azt most felrakjuk a blokkra. A biztonság a legelső! A védő szemüveg! Tovább volt a védő szemüveg rajta! Főtengely is el volt üve, hengerfej is meg van csinálva, tehát úgy kb. Mondhassuk, hogy egy eléggé új motor, idézőjeles új motor. Kapott egy darab új dugattyút, már meg volt húzva, ugye sajnos ez kellett. Viszont a kliens azt mondta volt, hogy miért nem vettünk egyelőre egyúttal négyet, és ilyenkor már
félig össze volt szerelve az autó, de nem probléma, már azzal se lesz így baj. Úgyhogy most Tamás összerakta, felrakta a vezérlést, szépen össze van rakva a motor altozég, úgy ahogy kell, vissza vannak téve a porlasztók, lehúzva Newtonra, láthattátok a videó alá, ugye mindegyik alá, amit húzott Newtonnal, leírtam, hogy mit, hogy mind volt meghúzva. Úgyhogy ezután jön már csak a fun fele, mert vissza lesz rakva, és akkor állunk neki szoftolni. Igen, írtátok, volt, többen írtak privátba, hogy hogy lesz ennek a szoftja, megcsinálom, ugye, mint Ageri, tudnivaló, hogy általában úgy 99%-át nem lehet OBD-n csinálni. Viszont akkora nagy szerencsénk volt ehhez, hogy pont lehet OBD-n. Lesznek érdekességek, mert ugye, hogy ez nem N75-ös volt gyárilag, de N75-ös lesz rajta, ugye nem változó geometriás turbó volt rajta, hanem vészgétes, tehát lesz amit változtatni a szofton, de szerencsére meg tudjuk csinálni, úgyhogy már csak neki kell állni. A cél az 200 ló, úgyhogy szorítsatok, maradjatok itt a videónál, és várjátok a következő részt is. Milyen szép, tiszta a kupak rajta. És a motorra a kasznival mindjárt párosulni kell. Tehát azt jelenti, hogy már... Úristen. National Geographic. Üdvözöllek az új csatornán, ez nem az Animal National... ez nem az Animal Planet, hanem ez a The Cars Planet. És most láthatunk, ahogy egy 4-es Golf kasznival a lenyűghetetlen 1.9 turbo dízel Alejas Ageri Acevi, vagy nem, Alejas Ageri Edzi, amik ahogy akarja, aki mind ahogy szeretné nevezni, párosulnak. Épp az a folyamat van, ahol összefűződnek az ujjai. Fúzió keletkezik. Itt keletkezik a fúzió. Mindjárt halljuk. Klek, 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 klek. Na, de legalábbis azon a szinten van, hogy ugye már a motor benne van, nagyon ügyesek voltak ma a fiúk, az R6-tuning oldalát mindenféleképp nézd meg, az R6-tuning Instagramát is nézd meg, és itt megtalálhatod, ide be is írom, mindenféleképp térünk egy kicsit vissza, felrakták a kuplungot, önindított, mindent felrakták, összerakták, most már csak az a folyamat, leraktad, felraktad, felemáltad, leeresztetted, az emelőn felraktad, úristen, neki közöttem egy kicsit a fónak. Szóval ez a lényeg, hogy ami még hátra van, az már, hát hogy is mondjam, könnyű is, meg nem is. Ma az a lényeg. Igen. A lényeg, hogy a mai nap be lesz indítva, és még van pontosan 3 napunk rá számva, hogy legyen meg,
full inox, savalló, kipufogó rendszer lesz neki csinálva. Ugye ennek az autónak... nem inox, tehát savalló intercooler rendszer csináltunk, hanem alumíniumot. De viszont ugyanúgy elmondhatom, hogyha az árha oldalára fellépsz, itt Facebook, Instagramon megnézed, mindenféleképp kövess be és lájkold be az oldalt, hogy lássad, mert napi szinten fel vannak rakva dolgok, amikkel foglalkozunk, amivel a fiúk amit szerelnek. És igenis a múlt héten volt savalló intercooler rendszer, úgy a legkönnyebb, legegyszerűbb kimondani csinálva, de viszont ennek alumíniumnál maradtunk. Na, de kicsit nézzük is, hogy akkor hogy mind van, és szorítsatok, hogy minél tökéletesebb legyen minden. Tilton kuplung baszott, tripla kevlár tárcsát. Über pillekenyi, über kurofaszat. Tripla kuplungot tesz. Mennyit nyújt, mennyire húztad meg? 120. 120 newton. Mindenek előtt, mielőtt véglegesítődne, hogy fel az elejét, fel a hűtőt, fel mindent. Visszakerül a szervótartály, szervolikiddel, tehát új szervolikiddel már azt hiszem, hogy el van, sőt, ilyenkor érdemes cserélni. Friss olaj, friss szekrényolaj, friss olajszűrő, ugye a levegőszűrőt azt már láthattátok az előző videókban, hogy ki volt cserélve. És próbáljunk akkor egyet gyújtani. Most ugye, hogy mivel hogy újak a porlasztócsúcsok és minden egyszer a motorinat felvetessük vele, hogy vedd fel, felveszed-e, vedd fel, és utána akkor egyet gyújtunk, hogy hallgassuk meg, hogy a motor szépen jár, és utána már lehet akkor a többit befejezni. Majd önindító, mert jó tiszta úgy. Szénkefét most állnak a hájba. Olyan, szénkefét most kopnak a hájba. Arrasd meg!
Na, hol az ezerem tanc? Jó lett. Az aztán. Lőn tiszta levegő! Örömteli pillanatok közt. Mindenki nagy örömmel teli ma. Begyúlt szépen jár nagyon a motor. Most rakódik fel vissza az eleje. Ilyet a hűtő, a cooler. Hazudik. Nem igaz, hát tényleg azt csinálja. Nem? Kerül vissza a coolerrendszer, a hűtőrendszer, minden szépen a helyén. Rendeltük közben új víztartályt, nem is tudom, hogy szépen... Kiegyenlítőtartály, bazd meg! Kiegyenlítőtartály, na az itt volt a torkomban, csak nem jött itt ki. Hogy akkor ténylegesen már legyen tiszta szép minden a motortérben. És utána nekiállunk majd kipufogózni. Csak felnéztem. Mi? Talán még a majd kiszámoljuk is rendelni. Akarom úgy. Csúszáltát új csavarokkal és minden. Sziasztok. Hatos elég vagyok. Nem, én vagyok hatos elég. Mikor is Tamás? Nem, nekem a YouTube csatornám, neked nincs. Csatornám. Már tudom, hogy nem, ma egyáltalán nem. Ma linguisztikailag feltelenül beszélgetünk, de kérlek nézzétek át. Á, kéne menjünk logopédushoz az egészen. Kicsit összeakadt nyelvünk. Mi pösszék vagyunk. Nem baj. Tedinek a szövegét elmondva, mert még mindig fogjuk használni, hogy ennyi már a kedves naplom. Begyúlt, az a legfontosabb, szépen jár a motor, ez a második legfontosabb, vagy az a legfontosabb, hogy szépen jár a motor? Úgyhogy mindenféleképp nagyon örvendünk ennek, most kicsit kirakjuk őt pihenni, de viszont folytatni fogjuk tovább, te maradj itt mindenféleképp a csatornán, ne felejts el te feliratkozni, lájkolni, kommentelni, oszd meg egy-egy ismerősöddel, hogy ő is lássa, hogy az R-Hard Tuning hogy dolgozik, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!